Rókassapka, nudlisapka, sőt báránybőrből készült kézműves termékeket is lehetett vásárolni a kézművesek vásárában a Dériné előtti helyi termékek utcájában. Üdvözlöm Rónyai Lászlónét, itt vagyunk a Dériné előtti részen, ahol számos árus található. Ön mivel, milyen portékát kínál? Én alapvetőleg jó és báránybőrből dolgozok, van néhány rókasapkám, van egy nutriasapkám, amit elhoztam mintának. Általában írhabőrökkel dolgozunk, vannak, amik szőrme, van, aki bőrre van kikészítve. Ezekből a termékekből készítünk, ami régmúlt, nagyanyáink is ismerték, mellényeket, kesztyűket, ami esetleg kicsit újabb, mint az régebbi időszakokban, ezek a szobacipők, papucsaink, esetleg székpárnák, díszpárnák, ugye régebben általában a kabátokban gondolkodtunk, hogyha sörmérül gondolkodtunk, vagy sapkába. Most már apró cikkeket is gyártunk. Én 1996-ban kezdtem a szakmát, mint főállás. Előtte a Kunszem Márton Pannonia szörmeüzemben dolgoztam, és elég sok tapasztalatot szereztünk abban, hogy mi az a termék, ami igazán vonza a vevőket, és hasznos a használata is, mert nem elég ugye a terméket előállítani, hanem bizony azt több évig tudja használni, és hát egy picit ezek olyan áruk, amik nem a legújabb divatok, de próbálunk azért néhány divatosabb árut is készíteni. Vannak itt esetleg olyan mellények, amik már nem az a hagyományos díszítéssel vannak kerekaljjal, ugyanúgy női férfi mellényben. Hogyan illeszkedik a birkafőző hangulatához, amit itt láthatunk? Hát én azt hiszem, hogy ez nagyon illeszkedne, hiszen a birkahúst megesszük, és ugye itt van az állatnak a bőre is, ami egy nagyon hasznos dolog, viszont még amikor megnyírják a birkát, még ugye a gyapjú is nagyon egy hasznos dolog, amiből készülnek a szép öltönyök, tehát akár fonalak, vagy bármi más termékek, bármit lehet ugye gyapjúból kötni. Én azt hiszem, hogy ez a birka egy leghasznosabb állat közé sorolhatjuk, a maga kis szerénységével.